A nemi betegségek még a mai felvilágosult világban is tabu témának számítanak, pedig beszélnünk kell róluk, ugyanis jó néhányuk a kellemetlenségeken felül komoly problémákat is okozhatnak az embernek. Vendégem dr. Szondányi Réka, a Belvárosi Orvosi Centrum bőr és nemi gyógyász szakorvosa. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente Klubi Extra, azonnal kezdünk. Kedves doktornő, köszönöm, hogy eljött és tudunk beszélni ilyen fontos témáról, mint a, a nemi betegségek. Annál is inkább, mert jön a nyár és a felszabadultság időszaka, és azt gondolom, hogy elég sokan, hogyha mondjuk egy fesztiválon vannak, vagy mondjuk egy szórakozó helyre mennek el, akkor lehet, hogy kicsit itt a állapotban elfelejtenek mondjuk védekezni. Csináltam az Instagramon egy kutatást, és a, a válaszadók 50%-a mondta azt, hogy nincs eléggé felvilágosítva ebben a témakörben, úgyhogy talán most el tudjuk végezni ezt a munkát ebben a, ebben a videóban. Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Uh, nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk a témáról. Pontosan azért, mert a mindennapi gyakorlatban látjuk, hogy milyen nagy az információ hiány ebben a kérdésben. Hogyha beírom a Google-be azt, hogy nem így betegségek, akkor hoz egy ilyen rémszót, hogy STD. Ez a mozaik szó, ez miből áll össze, ezt így tisztázzuk le a legelején, mert szerintem, hogyha bárki rákeres, hogy ebbe a mozaik szóba fut bele, és nem igazán fogja tudni, hogy ez mit is jelent valójában. Igen, ez egy rövidítés, ráadásul egy angol kifejezés rövidítése, ugye sexually transmitted diseases, nem úton terjedő betegségek, egy gyűjtő fogalom. Elterjedt az STI kifejezés is, ami sexually transmitted infections, ami még lehet, hogy szerencsésebb is lenne, hiszen ezeknek a kórokozóknak döntő többsége tünetmentes is lehet. Tehát nem feltétlen okoz betegséget. Az STD talán ma már elterjedt a köztudatban, mi orvosok is próbáltunk egy kicsit dolgozni azon, hogy az egészség kultúrába bekerüljön ez a kifejezés, hiszen úgy tudunk róla jól beszélni, ha tudjuk, hogy miről beszélünk. Ami tünetmentes és nem okoz megbetegedést, az például a férfiaknál a HPV ilyen? Tehát, hogy ott nem, nem, nem mindig van szemölcs és hogy jól tudom, vagy mindig van? Igen, belevágtunk a közepébe. Csak azért, uh, hogy nagyjából tud, a nézők igen. tudják mihez kötni, hogy akkor ez most mi, mi lehet. Igen, uh, nagy különbség a HPV tekintetében a férfiak és a nők között ebben az értelemben nincsen. Tehát nőknél is lehet tünetmentes, hiszen ha valakinek van egy HPV fertőzése a mély nyakon, az kívülről egyáltalán nem látszik. Férfiaknál pedig ugyanígy gyakran előfordul, hogy csak a hámsejtekben ott lappang a HPV, de nem okoz tünetet. Oké, hp évre fogunk későbben, később hosszabban beszélni. Most még azt szeretném megkérdezni az elején, hogy vannak-e időszakos trendek a nemi bajok tekintetében. Tehát, hogy mondjuk egy éve még a, a klamidia volt nagyon elterjedt, most már a szifilisz, mire gondolok például? Magyarországon a nemi úton terjedő fertőzéseket kötelező jelenteni. Tehát a Népegészségügyi Központ adatai bárki számára egyébként elérhetők az interneten. Nincsen lényeges változás. A számok folyamatosan lassan emelkednek, tehát azt lehet mondani, hogy biztos, hogy ezek a fertőzések gyakoribbá váltak kiugró változások nincsenek. Idén azt látjuk, hogy talán, mintha több lenne a szifilisz, ennek a pontosokát nem tudom megmondani, lehet, hogy egy pár év múlva ennek lesz egy felfutása, de azért az abszolút sláger, ami a messze legelterjedtebb, az a HPV, tehát a humán papillomavírus fertőzés. Olyan fura, hogy azt mondja, hogy emelkedő tendencia van, mert azt gondolnám, hogy az idő előre alattával a védekezés, mint olyan, az a sokkal jobban belévódik az embereknek az életébe. Ez tévedés? A rendelőben ülve nem feltétlen látjuk ezt. Uh -huh. Nyilván ez egy, hogy mondjam, torz minta, hiszen aki hozzánk jut az már valamilyen problémával szembesült. Azért nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a szexuális szokások nagyon sokat változtak az utóbbi időben. Sokkal nagyobb számú partnere van a fiataloknak is, és az idősebbeknek is, mint akár 10 éve, 20 éve. Ö, általánosan elterjedt lett az orális szex, ö, sőt ma már azt lehet mondani, hogy az anális szex sem egy tabu téma, vagy egy ritkaság, ezért ezeknek a betegségeknek halmozottan lehetőségük van ö, tovább ö, kerülni, átadni a partnernek. Van egyébként olyan betegség, amiről mondjuk keveset hallani a médiában, viszont egyre több eset van belőle? Én ö, elsőként említeném a szifiliszt, ami... Ez Valahogy mindig képben van a szifilisztény. Igen, érdekes, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez a régi korok betegsége, hiszen ugye tanultuk irodalomból, hogy adítól kezdve hány híres ember szenvedett uh, szifiliszben. Abszolút egy kúráns kórokozó, tehát ö, jelen van, fertőz, ö, egyre nagyobb esetszámokkal találkozunk. Mm -hmm. Egyébként a szifilisze kapcsolatban volt egy ismerős, aki szifiliszes volt, és neki le kellett adni a kontaktlistát a, az orvosnál, és véghívogatták a, azokat a, a partnereket, akikkel együtt volt az elmúlt, nem tudom, x hétben, x hónapban. És azt az is riogatták az illetőt, hogyha valaki nem megy be a behívóra, akkor a rendőrség kimelt hozzá és beviheti. Ezek még létező eljárások, vagy pedig ez csak egy ijeszgetés volt? Ez ma már egyáltalán nincs így. Tehát a, az emberek személyiségi jogai, az adatok titkosságához való joga az nagyon erős. Ugye ma már van GDPR, az egészségügyben is alkalmazzuk. Ilyen kontaktus kutatása, amit említett, nincsen lehetőség. A régi időkben volt Magyarországon az országos bőr és nemibeteg gondozó intézet. Ez egy országos központ volt, különféle jogokkal, jogosultságokkal, és minden bőrgyógyászati rendelőben volt egy nemibeteg gondozó. Ők végezték a kontaktus kutatást. Azok a kollégák, akik ebben az időben képződtek, egy picit hozták ezt a mentalitást magukkal, hogy itt nagyon szigorúan, nagyon kötelezően kikérdezik a betegeket. Természetesen a fiatalabb orvosok a újabb generáció is igyekszik a kontaktusokról információt nyerni, ez rettenetesen fontos. De ha valaki azt mondja, hogy ő nem kívánja megnevezni, hogy kivel volt együtt, akkor jogunk nincsen ebben tovább menni. Pedig lehet, hogy jobb lenne, nem? Tehát, hogy idejében elkapni, hogyha a valakinél szintén megjelenik, és nem pedig akkor, esetleg megfertőzött másokat is vele. Természetesen igen, tehát ha az egész társadalmat, a populációt nézzük, akkor hasznos lenne, de erre nincsen lehetőségünk. A másik probléma pedig ö, ma már a különféle applikációkkal, abszolút anonim bulikkal gyakran találkozunk olyan helyzettel, hogyha akarná, sem tudná megnevezni, hm. hogy kitől kapta el a fertőzést az illető, ez tulajdonképpen mindenkinek a saját lelkiismeretére, a saját etikai érzékere van bízva. Azért a tapasztalat szerint, hogyha valaki szeretné, akkor tudja értesíteni legalább a kontaktust. Ha behívni nem is, de legalább egy értesítés szintjén én úgy gondolom, hogy annyit meg lehet tenni, hogy tudjon róla, hogy valami nincs rendben. Mert nagyon sokszor az, aki őt megfertőzte, nem tud róla. Az eleve a szifiliszről szó volt. Mik a tünetei a szifilisznek? Csak hogyha a néző hallgató nem tudja, hogy miről van szó, akkor nagyjából képbe legyen vele. Ugye a szifilis egy baktériumfertőzés. Azon a helyen, ahol a korokozó behatol a szervezetbe, ott kialakul egy seb, és a későbbiekben pedig egy csomó. Ez körülbelül egy héttel, két héttel az együttlét után alakul ki. Attól függően, hogy hol történik a fertőzés, ez lehet a nemi szerven, férfiaknál is, nőknél is, lehet a szányák a hártyán, és lehet a végbél környékén. Ugye sokszor ez is rejtve marad ez a tünet, mert egyszerűen nem gondol rá az ember, hiszen ez a tünet fájdalmatlan. Tehát azon Kívül, hogy ott van, semmi különösebb panasz nem okoz. Ez ilyen fekélyszerű. Ez dolog, egy fekély, igen, kifekélyesedik, ilyen tömött csomó alakul ki, aminek a tetején lesz egy seb, aztán eltűnik. És ez benne különösen beugratós, hogy tulajdonképpen magától meggyógyul. Aztán később, néhány hét hónap múlva megjelenhetnek teszerte bőrkiütések, de ezek is teljesen jellegtelenek. Tehát nem különböznek egy jóindulatú vírusbetegséget kísérő bőrkiütéstől. Ha ezzel a kiütéssel elmegy valaki bőrgyógyászhoz, és a bőrgyógyásznak van szeme a nemi betegségekhez, akkor azért elvégzik a szűrés, tehát vérvételből kimutatjuk, Azoknál a betegeknél is, akiknek nem típusosak a tünetek, de levesszük a vérüket, és kizárjuk, hogy nem szifiliszről lehet -e szó. A késői stádium, tehát ami már tényleg évekkel, évtizedekkel a kezelet nem fertőzés után alakul ki. Ezek a központi idegrendszeri és a szívet érintő tünetek, ezek azért szerencsére ritkák. Ha érintheti az idegrendszert is egyébként a, a szifilisz. Nagyon nehezen diagnosztizálható. Ha valakinek másokból nem mm, magyarázható látázzavar, egyensúlyzavar, memóriavesztés alakul ki, akkor ugye neurológushoz fordul. Hát ott vagy gondolnak egy háttérben meghúzódó szifiliszre, vagy nem. Mennyi a fiatal paciens, és milyen fiatalkorban kerülnek mondjuk először orvoshoz ezekkel a problémákkal? Erre van valamiféle kimutatás? Kimondott hivatalos kimutatás nincsen erre vonatkozóan. Ez a jelentés, amit említettem, ez csupán a kórokozóra vonatkozik, illetve a beteg nemére. Uh, nagyon fontos, hogy nevet soha nem jelentünk, tehát ezt szeretném elmondani, ettől nagyon tartanak a betegek, hogyha egy ilyen betegség kiderül, hogy akkor ők most jelentve lesznek, de nem lesznek, tehát itt tényleg eset számokról beszélünk. Vannak életkor szerinti bontások, de ezek az adatok azért én azt gondolom csak a jéghegy csúcsa. Uh, ami fiatal korban talán jellemzőbb, mint idős korban, az a klamídia fertőzés. Uh, a klamídia egy baktérium, ami a nemi úton terjedő betegségek közül a talán leggyakoribbat okozza. Vannak kutatások, amik azt mondják, hogy a fiatal lányok akár 10%-a is hordozhatja a klamidiát, ami azért nagyon agasztó, mert lányoknál szinte semmilyen tünete nincsen. Tehát ezek a fiatal lányok nem tudnak róla, hogy ők hordoznak egy ilyen baktériumot. Legtöbbször a férfi partner szól, hogy valami nincsen rendben egy együttlét után, ugyanis a szűrővizsgálatok hát sajnos nem történnek meg. A nők, hogyha valamilyen tünetet tapasztalnak magukon, sokszor nőgyógyászhoz fordulnak, a nőgyógyászok pedig ö, valamilyen antibiotikummal gomb szerrel legtöbbször igyekeznek ugyan kezelni a betegséget, de a tesztelés a sokszor elmarad. De ez milyen tünet lehet, ami a nőknél megjelenik? Folyás, vagy milyen tünete van a ö, Mindenképpen lehet egy rendelenes folyás, de ez nem olyan nagyon feltűnő, inkább a vizelési panaszok dominálnak, tehát egy ilyen felfázásszerű panasztokhoz. panaszt okoz. Férfiaknál nagyon csíp, azt tudom. Igen, mert... Igen férfiaknál szintén a húcső égő érzése, a vizeléskor tapasztalt fájdalom, és a húcső váladékozás, ami aztán elhozza a betegeket az orvoshoz és nagyon kellemetlen a tesztelés, mondjuk a kenettel történik a klamidia tesztelés a férfiaknál, és elég hosszú pálcikával történik, úgyhogy nem kellemes a, 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 dolog, úgyhogy mindenki védekezzen ezt, erre javasolni. Azért mielőtt bárki megretten, azt elmondanám, hogy azt a mintát nem kell olyan agresszíven levenni, tehát nem az a cél, hogy kínozzuk a betegeinket, egy óvatos mintavétel is ugyanúgy kimutatható lesz. Beszéltünk ugye a szifiliszről, a klamidiáról most, ö, én még itt kettő ö, elterjedtebb nemi betegséget írtam föl, nem fogom ki, ne tudni kimondani, nem is találkoztam még egyébként a nevével, csak láttam az interneten, hogy az elterjedtnek minősül. A trichomóniázis. Trichomóniázis. Igen, igen, és még ugye a HPV, amit amit szintén meg kell majd említenünk, az előző, nem mondom ki újra, hmm. ö, neki milyen tünetei vannak, vagy, vagy mit okoz egyébként haszotában, hogy nincsen kezelve? A trihomonász egy kis egysejtű, ő se nem baktérium, se nem vírus, nagyon elterjedt. Ami miatt mégsem okoz valóban problémát az az, hogy azok az antibiotikumok, amiket a nőgyógyászok is, meg a bőr és nemi gyógyászok is elterjedten alkalmaznak, azok erre is jók. Tehát a rutinszerűen fölírt gyógyszerek általában nem teszik szükségessé, hogy ezt külön teszteljük. Egy jellegzetes zöldes, ilyen kellemetlen szagú, habos hüvelyfolyást okoz nőknél. Férfiaknál ritkábban okoz igazából betegséget, ha mégis, akkor az egy ilyen húcsőváladékozással járó, szintén egy húcsőgyulladás. Az előbbi felsorolásban kifejtettem a gonoreát, szóval, hogy a trippernek Hú, és van, kankónak beszéljünk. is így hívják, ugye? Tehát, hogy ennek Igen. három neve van. Neki milyen tünetei vannak, és mit okoz hosszú távon? A gonorrea szintén egy fertőzés. Férfiaknál nagyon jellegzetes, gennyes húcsőváladékozást okoz, tehát egy ilyen sárga színű, sűrű váladék ürül a húcsőből, illetve fájdalmat vizeléskor. Ez sokszor olyan fokú, hogy tényleg a falat kaparják, úgyhogy ezt nehéz eltéveszteni. Egyébként érdekes módon akár tünetmentes lehet ez is. Tehát tünetmentes férfiak szűrésekor is találunk ilyen korokozót. Nőknél ugyanez a genyes váladékozás megjelenik, de a métnyakon. Tehát ugye az egy rejtett helyen van, nem látszik, ezért itt a tünetek sokkal kevésbé kifejezettek. Az igaz-e az a kijelentés, vagy az a téfit, hogy, hogy az óvszerrel nem lehet elkapni semmilyen nemi betegséget? Tehát, hogy az óvszer ellenére lehet-e elkapni bármit? Igen, ez sokszor nagy meglepetés szokott lenni. Az óvszeren nem jutnak át a Tehát nem nem azért igaz ez, mert hogy az óvszer nem védi azt a területet, amit eltakarít. Ugye az a probléma például a HPV esetében, hogy olyan helyen is előfordul a vírus, amit nem takar el az óvszer. Tehát a pénisznek a tövénél, a külső nemi szerven, nőknél, a nagyajak, a combfelszín, az pont ugyanúgy fertőződhet. A másik probléma pedig ilyen szempontból az orális szex, ami kevesen tudják, hogy ugyanolyan mértékben veszélyes. A legtöbb kórokozót orális szexel pontosan úgy el lehet kapni. De mindent, Nem mindegyiket. Például a hívfertőzésre ez nem igaz. De a gonoreát, a klamidiát, a humán papillomavírust el lehet kapni orális szexen. Pont a hívnél vannak ilyen, nem tudom, ijeszgetések, hogyha a, az embernek, a, a férfinak a péniszén van egy mikrosebb, és egyébként a partnernek a, a nyálkártyában egy mikrosebb, akkor ugyanúgy el lehet kapni, is ezzel ijeszgetik az embereket. Legalábbis ilyet hallottam. A HIV vírusnak a fertőző képessége szerencsére elég kicsi. Tehát még akkor is, hogyha valaki egy biztosan HIV fertőzött emberrel van együtt, akkor is egy százaléknál kisebb az esélye, hogy ezt a fertőzést elkapja. Na most ezt az esélyt növeli valóban, hogyha nem ép a bőr, nem épp a nyálkahártya, ott nagyobb esélye van a korokozónak behatolni. De azért én nem azt gondolom, hogy ezek miatt a pici sérülések miatt kell a bárkinek is a jó értem, az következik, hogy csokolózással sem lehet elkapni tulajdonképpen semmit. Tulajdonképpen tankönyvi adat a hifertőzés nem lehet csokolózással elkapni. És minden mást? Például a szifilisznek van olyan stádiuma, amikor rengeteg kórokozó van a nyálban. Tehát, hogyha az ember pehes, és pont abban a periódusban találkozik egy szifiliszes partnerrel, akkor azért azt el lehet kapni. Jó, ez így eléggé jó, hogy emelkedik a szifiliszes szifilis betegeknek a száma, és akkor csokladásra se lehet kapni. Ez eléggé rémisztő hangzik most. Hát ez egy veszélyes üzem, igen. Én azt gondolom, hogy mindenkinek elsősorban magára kell figyelni, és ne felejtsük el, hogy a szűrés mindenkinek rendelkezésére áll. Tehát például szifilis szűrést bármelyik bőrgyógyászaton, állami helyen ingyen is el lehet érni, anonim szűrések is léteznek, ez a lehetőség mindig adott, és ez egy kezelhető betegség. A szifilisz ugye vérből mutatható ki. Igen, vérvétellel. E, mik azok, ki? amik még vérvétellel kimutathatóak, és mi az, ami kenetvétellel? A vérvételből vizsgáljuk a szifiliszt, a hiv ha szükséges a herpeszre, vannak még tesztek, ezek a legáltalánosabban vizsgált betegségek. Ugye a fertőző mágyuladás bizonyos típusai szintén átvihetők nem úton a hepatitis B, szerencsére ez ellen azért a lakosság kiterjedten oltott, tehát nagy járványokat nem szoktunk látni, de ezeket vérvételből meg lehet vizsgálni. A húcső, illetve nőknél métnyak mintavétellel történik az igazolása a gonoreának, a klamidiának, a mikoplazmának, ami egy ritkább korokozó, de abszolút jelen van, meg lehet a tünetből nézni, kenettel a herpes vírus, lehet igazolni, hogy egy bizonytalan tünet herpeszes eredetű vagy nem. Van a klamidiának egy ritkább alfaja, egy szerotipusa, ami a linfogranuloma venereum nevű betegséget okozza. De szép volt az ez a szó, egy, igen. Szerintem ez egy nagyon szép, igen, nevű betegség. Nagyon érdekes a története is, mert hosszú ideig nem volt Magyarországon. Ez egy olyan betegség volt, amit sikerült a, a bőr és nemi gondozó hálózat működése révén teljesen felszámolni. Aztán egyszer csak uh, nyugat felől, valószínűleg Ausztriából újra bekerült Magyarországba. nyugat. Megint igen. <hállt> hát legalábbis igen, így gondoljuk, hogy ez történt. És most ismét van, tehát ez a klamidiának egy alfaja, hogyha a klamidiás betegséget igazolunk, ö, elsősorban a, a végbél környékén szokott ez ö, tüneteket okozni, akkor a labor automatikusan megvizsgálja, hogy melyik típus. Ezek milyen tünetek? Ö, ez a betegség is kifekélyesedés, sebeket okoz, de ezt ritkán látjuk, inkább a nyirokcsomó megnagyobbodás, a fájdalom hívja rá föl a figyelmet, székeléskor fájdalom, a végbélből egy enyhe váladékozás, amik azt mutatják, hogy valami gond lehet. Valami nem oké. Egyébként van olyan betegség, ami régen jelen volt, és egyébként sikerült eltüntetni a, a mondjuk a magyar közösség vagy egészen a föld színéről, vagy ilyen még nem létezik nem betegség? Hát az egyetlen ilyen betegség, ami így a, az orvostudománynak és az oltásoknak a sikertörténete az ugye a fekete himlő. Amiről úgy tudjuk, hogy sikerült a földszínéről eredukálni, néhány laborban maradt vírus, hogyha később esetleg szükség lesz további kutatás céljára, akkor felhasználhassák, de az ugye nem egy nemi úton eredő fertőzés. A nemi betegségekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy ez egy picit szélmalomharc. <haz> a betegségek jellegéből, a terjedésük módjából, és abból a, a nagyfokú tabusításból, vagy stigma képzésből kifolyólag, ami ezeket a betegségeket kíséri. Igen, ez jellemző, hogy az emberek nem akarnak erről az egész uh, témakörről tudomást venni, és inkább akkor szembesülnek vele, amikor esetleg bejött a ménkű, vagy hogyha még egy ismerősnek bejött a ménkű. Ez jellemző. Én azt hiszem, hogy igen, abszolút jellemző. Ha valakinek nem olyan az érdeklődése, hogy szívesen olvas utána betegségeknek, akkor legtöbbször nem is tud róla, hogy mi az, ami az ő problémáját okozhatja. Azt gondolom, hogy sokszor inkább az lett a probléma, legalábbis én van azt gondolom, amikor tünetmentes betegséget ad át az egyik fél a másiknak, és mondjuk lehet, hogy éppen egy tartós párkapcsolat próbálnak lépni egymással, és mondjuk a férfi HPV beteg nem is tud arról, hogy ő HPV-vel meg van fertőződve, és átadja a, a nőnek, akiben azért ez elég komoly problémákat is okozhat. Igen, a HPV még nyakrákot okoz. Tehát a HPV bizonyos típusai, azok abszolút veszélyesek. Nagyon nehéz kérdéseket szoktak föltenni a rendelőben a betegek, hiszen a HPV fertőzés ugye évekig lehet tünetmentes. Hogyha egy párkapcsolatban egyszer csak fölüti a fejét, akkor gyakran megkérdezik tőlünk, hogy hát ki hozhatta ezt be a párkapcsolatba, hogy került ide, nem tudjuk megmondani. Tehát bármelyik fél hordozhatja évekig. Nagyon nagy párkapcsolati bizalmatlanságot tud szülni egy ilyen kérdés, és fontosnak tartom, hogy az orvos is megfelelően kommunikálja. Egyrészt legyen megfelelően felkészült maga is, hogy tudjon válaszolni a kérdésekre, másként másik oldalon pedig ezt tudni kell jól kommunikálni. De mit kéne csinálni? Te azért a párnak el kell mennie az első obszer nélküli szeretkezés előtt egy tesztre, hogy akkor leteszteljék, hogy mi a, mi a helyzet velük. És ugye a HPV obszerrel is terjedhet, hiszen lehet olyan pontok, amit az nem fed. Hát egy nagyon ideális világban, hogyha az ember nagyon perfekcionalista, akkor ennek így kéne kinézni. Én azt hiszem, hogy ebben is, mint mindenben az arany középutat kell megtalálni. Tudni kell a HPV fertőzésről, de tudni kell helyén kezelni. Tehát, hogyha a nő évente elmegy a szűrése, és ott minden rendben van, akkor különösebben aggódni a HPV fertőzés miatt nem érdemes. Létezik ellene védőoltás. Tehát bárki kérheti saját maga számára, más kérdés, hogy elég drága Magyarországon a védőoltás, de a lehetőség ott van. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő egy aggódó típus, őt aggasztja ez a HPV téma, akkor beoltathatja magát. De még egyszer mondom, a rosszindulatú betegség az pedig szűrhető. Hm. Oké, okay. egy vidék fiúkat nem oltottak a HPV ellen, ez változott azóta? Abszolút változott, igen. Ugye a HPV oltás legmegfelelőbb időpontja még a nem élet megkezdése előtt van. Tehát ma Magyarországon a 12 éves életkorukat betöltött lányokat és fiúkat is oltják. Ez egy nem kötelező, de választható védőoltás. Ez úgy néz ki, hogy megkérdezik az iskolában a szülőket, hogy szeretné el, hogy a gyermeke ingyen megkapja, és a szülők eldöntik, a gyerekek pedig ideális esetben megkapják. Kettő. E, terjed olyan legenda, hogy a HPV nem gyógyítható, csak tünetmentesítő. tehát a, a HPV-ből fakadó, azt hiszem kondilomának hívják a, a betegséget magát, ugye? Vagy Igen, az... a vírus azt szemől csak nevezzük kondilómának. Igen. E, szóval, hogy ez, hogy ez nem kigyógyítható vírus, hanem csak tünetmentesíthető. Ez igaz, vagy nem igaz? tulajdonképpen igaz abban az értelemben, hogy a vírusra nincsen gyógyszer. Tehát nincs olyan ö, készítmény, amit, mint mondjuk a baktériumoknál az antibiotikum. Ugye az ember beszedi, elmúlik. Ettől függetlenül a HPV fertőzés sem marad meg örökre. Tehát ö, az alacsony kockázatú HPV-knek, tehát amik nem okoznak daganatot, azoknak az átlagos eltűnés ideje az 6 hónap, egy év között van. A magas kockázatú vírusoknál ez sokszor hosszabb, mint egy év. Mm -hmm. De az a évtizedekig tartó hordozás, aminek a végeredménye, a méhnyakrák kialakulása, az nagyon-nagyon ritka. Tehát az az eseteknek kevesebb, mint 1 százaléka. Hm. Úgyhogy azért azt lehet mondani, hogy mindenki a HPV fertőzésből előbb-utóbb kigyógyul. És a, ha jól tudom, akkor az oltás 9 a, a faj, vagy hogy, hogy, hogy miért, mi a pontos megnevezésem. Igen, úgy mondjuk, hogy kilenc komponens. Kilenc komponens, igen. Tehát ugye a humán papírom vírusnak van több mint 200 típusa. Ezeket számokkal jelöljük. Például a szemölcsöket leggyakrabban a HPV 6-os típusa okozza. A rosszindulatú betegségek szempontjából legveszélyesebb típusok a 16-os, meg a 18-as. Ez okozza a méhnyakrákok több mint 90%-át. A védőoltásban 9 vírus ellen alakul ki, vagy az oltás hatására, a kilenc típus ellen alakul kivédettség, ezek viszont a leggyakoribbak. Tehát ugye a 200-hoz képest nem tűnik soknak ez a kilenc típus, de tényleg a betegségek döntő többségét ez a kilenc típus okozza. És maga az oltás az örök életre védia a beoltottat, vagy pedig ezt ismételni kell valamikor? Ez az oltás körülbelül... 15 éve van forgalomban, folyamatosan folynak a kutatások, hogy mennyi ideig tart a védettség. Ma azt lehet mondani, hogy ennyi idő után még nem volt szükség emlékeztető oltásra, tehát lehet, hogy itt soha nem is lesz, tehát egy élethosszig tartó megfelelő védettséget ad, amit papíron, tehát jogilag az oltóanyaggyártó cég garantál az 5 év, de egészen biztos, hogy ez hosszabb idő. Oké, ami a hpv vel szerint kapcsolat még szerintem fontos lehet saját tapasztalatból kiindulva, hogy amikor az ember nem tudja, hogy mi a problémája, és elmegy egy, egy orvoshoz, én egyébként először ezzel a problémával egy körzeti helyre mentem, és ott nekem ilyen savas oldatot adtak a, a kezelésre, a szemölcsök kezelésére, ami aztán szétmart mindent. Uh -huh. uh, ez, igen, még létezik ez a savasoldat, vagy pedig nem, mert tudom, hogy egyébként meg lézerrel csinálják már az eltávolítást. Én azt tanácsolom, hogy mindenkinek a lézeres hoz folyamódjon, mert tényleg a savasoldat minden szétmart, ami csak létezett rajtam. A, hát ez sajnálatos. A szemölcsökkel kapcsolatban az a fontos, hogy kezeljük. Tehát ne maradjanak ott, ne nőjenek nagyra, ne terjedjenek. Csak olyan nehéz ez, mert ha nekem volt a problémám, akkor én előtte nem hallottam róla sehol, pedig én viszonylag teljékozottnak mondhattam magam ebben a témakörben. Nem találkoztam vele sehol az interneten például, amikor így néz előttem, hogy milyen típusú betegségek léteznek, annak mi a tünetei felkészülve a nem életre. Semmit nem jött ez hát Ez nagyon velem. érthető szerintem, hogy nem beszélgetnek róla az emberek. Egyébként érdekes módon, vagy hát nem tudom, hogy érdekes baráti kapcsolatokban sem szokott előjönni. Tehát sokszor történik, hogy valakinek kiderül, hogy HPV szemölcse van, és ahogy erről mondjuk beszél, kiderül, hogy a baráti társaság döntő többségének már volt igaz csak nem került szóba. Szóval a szemölcsöket kezelni kell. Az, hogy valaki otthon ecseteli, vagy orvos eltávolítja, a betegség szempontjából mindegy. Az viszont nagyon fontos, hogyha otthoni kezelés indul, akkor részletesen meg kell beszélni. Tehát az orvosnak el kell mondani, hogy azt az ecsetelőt hogyan kell használni. Például, hogyha a szemölcsök olyan helyen jelennek meg, most mondok egy példát a húcsőbe menetnél, vagy közvetlen a végbélnyílásban, ott nem szabad ecsetelni. Tehát akkor nem javasolunk otthoni kezelést Ebben az esetben mindenképpen el kell a szemölcsöket távolítani. Az, hogy az orvos leégeti, lefagyasztja, vagy lézerrel távolítja el, az azért azon is múlik, hogy kinek milyen eszköze van. De én azt gondolom, hogy még egy fagyasztás is jobb, mint egyáltalán kezeletlenül hagyni. A HP-vel kapcsolatban nekem egyébként van tragikus tapasztalatom is, tehát nekem kettő ismerősöm is emiatt ményakrákban hunyt el. És ezért is gondolom ez fontosnak ezt a beszélgetést, mert, mert szerintem az emberek teljékozatlanak még mindig HPV-vel kapcsolatban. Ez egyébként ki is derül a különböző rendelések folyamán? Tehát, hogy, hogy ha mondjuk beszélnek egy, egy olyan beteggel, aki ilyen problémán fordul önökhöz, akkor ő teljékozott volt ez ügyben, és becsúszott, vagy se volt arról, hogy ilyen létezik egyáltalán? Sajnos nagyon nagy az információhiány. Ö nagyon különös ez a HPV-vel kapcsolatban, hiszen itt ugye volt egy oltási kampány. Tévében, rádióban lehetett hallani, hogy mindenki kérje a HPV elleni védőoltást. És ennek ellenére nincs elég ismeret. Az, hogy a humán papilomavírus daganatot okoz a méhnyakon, az talán azért már mindenki tudja, néhány híres ember, aki fölvállalja a betegségét, sokat segít. Ugye a, a férfiakban okozott rákos megbetegedések ö, szempontjából a szájüregi daganatok, a daganatok, a végbéldaganatok egy picit talán, mintha bekerültek volna a, a köztudatba, de ez még mindig nem elég. Vannak ilyen, nem tudom, legendák a HPV-vel kapcsolatban, hogy el lehet kapni például a wc deszkára ülve. Ez igaz, vagy nem igaz? A WC deszkára ülve semmilyen nem úton éredő fertőzés nem lehet elkapni. Vannak az alaphigiénész szabályok. Azokat, ha valaki betartja, akkor nem fertőződik meg ilyen betegséggel. Ugye kezet kell mosni, WC használat előtt, után, étkezés előtt, azért ami fontos ezekkel a kórokozókkal kapcsolatban. És azt hiszem, hogy ha ezt tudják az emberek, akkor ez megmagyarázza ezeket a kérdéseket is. A nemi úton terjedő fertőzések azért nemi úton terjednek, mert ezek a kórokozók rendkívül érzékenyek. Tehát mind a levegőn, mind vízben, különösen klóros vízben a másodperc töredék alatt elpusztulnak. Tehát sem uszodában, sem WC-deszkán, sem nem tudom, hozzáértem véletlen valamihez, aztán hozzáértem a nemi szervemhez, elkaphatom el, nem terjednek ilyen módon. A humán papírom a vírus olyan szempontból kivétel, hogy ő a hámsejtekben él. És például egy törölközéskor azért lesodródnak olyan hámsejtek, amik lehetnek fertőzőek, tehát a közös törölközőt használunk, akkor igenis van mód az átvitelre. Ugyanez igaz a közös használati tárgyakra, a szexuális segédeszközökre a HPV-t ilyen módon át lehet vinni, de például egy gonorreát biztos, hogy nem. A HPV-vel kapcsolatban nekem adtak tanácsot annak idején a, a, a szörténítéssel kapcsolatban, hogyha ugye az ember borotvával végzi ezt el, akkor ugyanúgy tudja saját magát továbbfertőzni a, a HPV vírussal. Mi a, a, az álláspont ezzel kapcsolatban, a szörtelenítéssel kapcsolatban? Lehet szabad-e szörteleníteni, vagy nem tanácsos szörteleníteni, vagy hogyha igen, akkor, akkor ne borotvával történjen ez? A HPV fertőzés esetén valóban azt javasoljuk, hogy mellőzze a beteg az intim szörtelenítést. Részben azért, mert viszi vele tovább a vírust. Tehát ha az egész szörtelenített területen meg tudnak jelenni szemölcsök. Másrészt pedig, hogy ha üres a szörtűsző, akkor oda is be tud ülni, tehát mélyebbre tud kerülni a vírus, lassabban gyógyul meg. Sokszor egyébként ez a szörtelenítési tilalom, ez nagyobb csapás, mint maga a betegség ténye. Én elhiszem, hogy ez kellemetlen, Egyrészt fontos tudni, hogy ez addig tart, amíg a fertőzés, tehát nem örök életre kell mellőzni a szörtelenítést, rövidre pedig le lehet vágni. Tehát egy trimelővel, ha pár milliméteres az ember a hám megsértése nélkül tud szörteleníteni, akkor azt nyugodtan lehet. A mai világban ez nagyon-nagyon adekvát kérdés, azt gondolom a trendeknek. Mindenképpen megfelelően. persze, és fontos róla beszélni. De egyébként a, a, a nemi betegségekkel foglalkozó orvosok javasolják, vagy, vagy nem annyira javasolják a szörtelenítést más betegségekkel kapcsolatban is. Magyar ha az, az, a, az a hozzáállás, hogy az nem véletlenül nőtt oda valójában, tehát hogy pont, pont a védelem miatt van, a, van, az embernek ugye a szőrzete, hogy annak az eltávolítása az nem okoz nagyobb kockázatot más betegségekkel kapcsolatban is? Hát amennyiben nem, tértő, nem történik sérülés, tehát nem vágja valaki meg magát a borotvával, és a bőr ép marad, akkor nem reális annak az esélye, hogy akkor nagyobb mértékben fertőződik bármivel. Utolsó nagy témánk a hiv lenne, hiszen jelen van, még mindig aktívan a, a, a társadalomban, annak ellenére, hogy ugye vannak különböző olyan gyógyszerek, amik a vírus számot lecsökkentik szinte nullára, illetve vannak megelőző gyógyszerek is már, amiket, hogyha az ember szed, akkor nem kapja el a HIV-fertőzést, gumi nélkül sem. Mekkora a, a hiv a száma Magyarországon most jelenleg? Magyarországon nagyságrendileg körülbelül 4000 hifertőzött regisztrált. A tavalyi év során ebből az új fertőzöttek 201 személy. Ez világszinten sok vagy kevés? Ez egy abszolút közepes számnak mondható. Tehát ahol a HIV-fertőzés nagyon gyakori, az nyilván az ázsiai országok, Afrika, Ukrajnában a volt orosz államokban magasabb számok vannak. Nálunk nagyon korán történtek lépések a hifertőzés megelőzésére, megállítására, és ez a kampány abszolút sikeres volt. Tehát jó jó kampány mindig jó. Az egy nagyon ijeszgetős kampány volt, viszont működött. Uh -huh. Nagyon korán fölhívta a figyelmet erre a betegségre. Amióta a kezelés hatékony, ami valóban azt jelenti, hogy a vírus szám lecsökkenthető. Annyira, hogy például egy hifertőzött ember vállalhat gyermeket. Tehát teljes életet És élhet. És nem örökíteni a Nem. Ugye már a hív az nem a betegség, hanem az étsz betegség. Igen, tehát a hifertőzéssel egy kezelt hifertőzéssel teljes életet lehet élni. Azóta talán ez a fegyelem egy picit gyengült de ezzel együtt nem mondanám semmiképpen aggasztónak vagy rossznak a magyarországi helyzetet. A közhiadelemmal is átélt ez a melegek betegsége valójában. Ennek ellenére, hogy jól tudom, akkor vannak heteroszexuális betegek is, akik ezt elkapták ezt a, ezt a vírust, illetve ugye a betegséget ebből kifolyólag. Igen, természetes ahhoz, hogy megértsük, hogy miért van ez így, az egy picit anatómia, illetve hát a betegség terjedésével kapcsolatos. Ugye azt beszéltük az előbb, hogy a hívfertőzésnek kicsi a fertőző képessége. Ennek a korokozónak valóban be kell jutnia a vérbe ahhoz, hogy a fertőzés létrejöhessen. Egy heteroszexuális kapcsolatban hogyha a hüvelynyálkahártyára kerül ez a korokozó, ott azért elég kicsi esélye van, a másik irányban meg még kisebb, hogy az ébőrön átjusson. A homoszexuális kapcsolatban, illetve hát a heteroszexuális kapcsolatban is az anális kontaktusnál, ott mindig vannak valamilyen sérülések. Lehet, hogy nem nagy és nem látványos, de mikrosérülések sokkal nagyobb arányban kialakulnak. És igazából ez az a tényező, ami miatt nagyobb veszélynek vannak kitéve, akik az anális szexet gyakorolják. A beszélgetés elején mondta, hogy elég gyakori lett az anális közössülés is. Tehát, Igen, ez... ilyen értelemben ö, ugyanolyan veszélyeztetettek a, a nők is. Talán a különbség ott lehet, hogy ez a fertőzés már bekerült a homoszexuális közösségekbe, tehát ö, egy, egy kisebb közösségben azért nagyobb esélye volt elterjedni, illetve nagyobb esélye találkozik olyan ö, partnerrel, egy egyén, aki maga is fertőző. Említettem, hogy van tudomásom szerint olyan gyógyszer, ami csökkenti a vírus számot. Ez pontosan mit jelent? Ez azt jelenti, ez egy vírus szer, hogy a kimutathatóság határa alá lehet csökkenteni a vírus számot, de nagyon fontos, hogy ez nem egy gyógyítás. Tehát ez a vírus attól még ott van, csak nem aktív és nagyon kis számban hogyha valaki szedi a HIV gyógyszereit, akkor lehet együtt úgy a partnerével óvszer nélkül, hogy nem fogja megfertőzni. És maga a, a, vírus megelőző szer, az, az hogyan működik, vagy ez micsoda? Az lényegében ugyanez a gyógyszer. Gyakorlatilag úgy működik, mint egy fogamzásgátló. Minden nap kell szedni, Uh, és ha találkozik a vírussal a szervezet, akkor az a vírus nem tud elszaporodni, nem tud betegséget kiváltani. Vannak egyébként különböző uh, rezsímek erre a gyógyszerszedése vonatkozóan, létezik egy olyan uh, szedési módszer is, hogy egy bizonytalan együttlét után az ember nagyobb adagban szedi egy ideig. Hivatalosan Magyarországon a mindennapi szedést lehet kérni. Oké, okay. hogyha valakinek van valamiféle tünete, ami mondjuk nem fájdalmas, annyira, hogy azzal el kell menni orvoshoz, mondjuk van egy szemölcse a nemi szerve környékén, és mondjuk szorong elmenni egy olyan helyre, ahol ugye ezekkel a betegségekkel foglalkoznak, akár egy, akár egy magánrendelésre, akár pedig a, a, a közgyógyellátásba. Mire számítson egy ilyen rendelésen? Mi történik ott vele? Mondjuk menjünk megnyugtató dolgokat. <síns> <síns> Hát az egészségügyet, az egy, egyébként sem erős lábakon álló egészségügyet a koronavírus járvány azért eléggé negatívan érintette, én azt gondolom. Ezzel együtt az állami ellátásban is dolgoznak nagyon kiváló szakemberek, nagyon jól felkészült, jól kommunikáló kollégák. De hát az orvosokkal is úgy van ez, mint minden más szakmában. Tehát az, hogy éppen hova kerül a, a beteg, az egy picit szerencse kérdése is. Nagyon sok magánellátó foglalkozik HPV-fertőzéssel, azért legalább a magánellátókról sok információ van fönt az interneten. Érdemes tájékozódni. Uh, például egy HPV-vel olyan helyre menni, ahol kimondottan ezzel a területtel foglalkoznak. Na most természetes, hogy a nőgyógyászok és az urológusok is nagy számban látnak, hiszen ez egy gyakori fertőzés, sok HPV-fertőzött beteggel találkoznak, ők is ellátják, tehát nem lehet ezt így általánosan elmondani, hogy mindenki, aki nőgyógyászhoz megy a szemölcseivel, nem kap jó ellátást, ez így nem igaz. Uh, de például a kontaktus kutatás, hogy a partnere legyen kezelve, hogy a védőoltásról beszéljünk, ezek inkább ilyen erre specializálódott helyenken tudnak megtörténni. Hát az államegészségügynek szerintem az a kínos, hogy ott egy bőr és gondozó részlegbe beülni, és ott várni a sorára az embernek, az nem annyira, nem annyira Kellemes, mint hogyha egy be az ember időpontra érkezik, és ott tulajdonképpen csak néhányad magával van jelen. Hát igen, viszont ez drága. Tehát ez, ez nem ö, hozzáférhető mindenkinek. Ez egy kellemetlen szituáció, nyilvánvaló, A bőr és nemi beteg gondozóban ülni és várakozni, még nem találták fel a tökéletes megoldást. Oké. Okay. Mit javasol a, a nézőknek, nyilván azon kívül, hogy védekezzenek, Ezeket ez fura egy egy STD doktortól, hogy azt mondjuk, hogy védekezetek, hiszen tulajdonképpen a beteg abból születik, hogyha nem védekeznek. De, de, hogy... Ezzel együtt nem aggódom. <laughs> Oké, <Okay. gül> okay, szóval, hogy, hogy védekezzenek, és járjanak rendszeresen szűrésre, vagy pedig ez, ez egyébként nem feltétlenül fontos, hogyha az ember védekezik? én azt gondolom, hogy mindenkinek talán azt érdemes végig gondolni, hogy mennyire aktív az ő nem élete. Tehát aki élete végig monogám kapcsolatban él, annak természetes módon nem kell aggódnia számos betegség miatt. Akinek több partnere van, ott érdemes elmenni évente legalább szűrővizsgálatra, hogyha pedig a, egy picit a többnél is több partnere van, akkor akár három havonta. A szűrések azért is fontosak, mert ugye beszéltük, hogy sokszor tünetmentesek ezek a betegségek, de ettől függetlenül a szövődmények kialakulhatnak. Tehát férfiaknál, nőknél is tudnak például a baktériumfertőzések egy továbbterjedő gyulladást okozni. Férfiaknál mellékhere nőknél petefészek, petevezeték gyulladást. Például a a nőknél a meddőség egyik lehetséges oka a kezeletlen klamidia fertőzés, és ez egy gyakori kórokozó. Tehát fontos rá -e odafigyelni, hogy később, aztán amikor a gyermekvállalás időszakába kerül a nő, ne akkor szembesüljön vele, hogy a lezajló gyulladások miatt ez már nem lehetséges. Ez a meddőség akkor nem is visszafordítható, hogyha jól értem, tehát nem, nem orvosolható ez a probléma, utána a későbbiekben. Ez a típusú meddőség azért van, hogy kezelhető, tehát azokat a gyulladás miatt kialakult hegesedéseket, károsodásokat helyre lehet állítani. Köszönöm szépen, doktornő, hogy itt volt. Tényleg nagyon fontos téma, és fontos lenne, hogy az emberek ne, ne próbálják így elengedni maguk mellett, hanem szembesüljenek vele, és tényleg a baj előtt e, tudjanak erről tájékozódni, és tudjanak ezzel lentenni. Én is köszönöm a lehetőséget. Ha tetszett a beszélgetés, akkor már nincsen más dolgod, mint feliratkozni a csatornára, rányomni a csengő ikonra, hogy a szóljon, hogyha új videó érkezik. Nézd a korábbi beszélgetéseket, kommentelj hozzá, lájkold őket, és ami még nagyon fontos, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon.